Ez a kerekesszékes kosárlabda Magyar Kupa döntő mérkőzése. A hétvégén Pécsen tartották az eseményt. Szeretnék, ha ez a sportág népszerűbb lenne hazánkban. Hosszú évtizedeken keresztül egy csapat volt, és az, hogy most négy csapat van, az abszolút köszönhető a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége programjának, és én azt látom, hogy abszolút feltett szándék, hogy ez a paletta ez bővüljön. Nagyon jó lenne, hogyha legalább 8 csapat lenne. Vannak persze könnyítések is ennek érdekében, játszhat egy ép, illetve játszhatnak hölgyek is itt a fiú bajnokságban. A Dél-Dunántúlon nincs kerekesszékes csapat, ezért toborzást is tartottak a Magyar Kupa 4-es döntője alatt. A szándékunk az, hogy Pécset megalakítsunk egy kerekesszékes kosárlabda csapatot, és azt gondoltuk, hogy nyilván lehet erről a dologról mesélni, de hogyha elhozzuk ide azokat a csapatokat, akik ezt a játékot játsszák ma Magyarországon, akkor ez lehet a legjobb promóciója, és talán ettől kedvet kapnak a helyiek. A kerekesszékes kosárlabda paralimpiai sportág, így akár Tokióba is kijuthatnak a magyar játékosok. Egyébként a Magyar Kupa döntőjében vasárnap a budapesti Törekvésese és a Soproni Tigrisek találkoztak. Végül a budapesti csapat nyerte a kupát.